A minden idők legnagyobb árvize Tiszabecsetés sújtotta. Az emberek és a gát kitartásának köszönhetően a tragédia elmaradt, de a károk így is százezrekben mérhetők. Az adományok nem csak a vész idején érkeztek ide, hanem azóta is vannak emberek, akik segíteni szeretnének. A Szerencsejáték RT Miskolci területi igazgatóságának dolgozói közel 170 ezer forintot gyűjtöttek, melyből színes televíziót és videomagnót vásároltak a helyi öregek otthonának, melyek személyesen hoztak el az elmúlt héten pénteken, és tettek be a falu karácsonyfája alá. Szerencsejáték RT dolgozói részt vettek egy Szabolcs-Szatmári körúti kiránduláson, és több olyan települést ismertek meg, ami nagyon a szívükhöz nőtt, és látták, hogy az intézményeik milyen helyzetben vannak, és gondolkodtunk rajta, hogy mivel tudnánk segíteni. Szerencsejáték RT-nek a szponzorálási körébe nem fér bele mindenféle feladat. A dolgozóknak viszont volt egy lehetőségük, hogy egy rendezvény kapcsán gyűjtsenek pénzt. A dolgozói felajánlásból összegyűlt egy olyan összeg, amiből meg tudtuk ezeket az ajándékokat venni. A területen dolgozó területfelelősünk felderítette, hogy hol volt valamilyen árviszkár vagy belviszkár, hol legszorultabbak az intézmények, és Tiszabecs mellett döntöttünk. A helyi polgármester is nagy-nagy örömmel fogadta az ajándékot, és elmondta, hogy következő lépésként az öregek otthonának felújítását tervezi a hivatal. A polgármester mellett az öregek otthonának vezetője vette át az értékes ajándékot. Meg vagyok határól teljesen, hogy elég tudok szóhoz jutni. Annyira meg vagyok határól, mert azért már tényleg 22 éve, hogy dolgozom, még azért ilyenben nem volt részem. Eddig csak fekete-fehér televíziónk volt. Ha olyat kaptunk, azóta más nekünk nincsen. A kislélekszámú faluban ugyan kevés az idősek otthonába járó ember, de talán ez a televízió és videomagnó elhozza nekik a világot, vagy esetleg egy-egy családi felvételen is megnézhetik a rég nem látott unokákat.